Tamásom, hát egy hete nem láttalak, hallottalak, már hiányoztál. Hogy vagy? Hello, hát nekem is hiányoztál már. Gondoltam, hogy majd felhívsz hétközben, de hát ugye, ahogy mondtad, a barátság, mint szoros kötelék, az most megmutatkozott. Hát ugye. Tehát... Próbáltam eddig leplezni, vagy valami, de hát igazából tudod. Értem, én értem. Na és hogy telt te idefél, és mit csinálsz? Te miért vagy Bőrzsekibe? Hát nyáron. Mit keres rajtad ez a cucc? Hát gondoltam, hogy valamivel próbálnám demonstrálni, hogy még jó bőr vagyok, tehát, hogy igazából ez volt a... De hideg van, vagy mi van? Nincs hideg, egyébként meleg van, mondjuk a lakásban ilyen, mit tudom én, mennyi van, tehát, hogy... Miután fűtök a lakásban. Na, hát ezzelre, hát nem képzeled, hogy nem, tehát azért én egyébként fázos vagyok, mert most rögtön fogsz, tényleg fűtök még esténként, tehát, hogy és az nálam ez így szokott lenni, hogy... Amíg a 25 fok hőmérsékletet standard nem éri el a kinti hőmérséklet, addig azért nekem bebelobban a radiátor. A férjemmel szoktunk mindig így, ritkán szoktunk veszekedni, mondjuk akkor nagyon, de amikor ritkán veszekszünk, az általában arról szól, hogy ő neki állandóan melege van, én meg állandóan fázom. És amikor na, fázom... Még én vagyok ezzel itt, képzeld el, nekem állandóan melegem van. Tényleg? Na. Hát most is, hát itt például egész télen nincs is fűtés. Ezt most nem adott komolyan. De halál komolyan mondom, hogy legfeljebb pislákol valami, érted, egy ilyen gumikandalló fúj valami meleget, vagy nem tudom, de éppen csak, hogy nem fázom. Én nagyon fázos vagyok, és akkor ilyenkor azt csinálom, hogy oda lopozok a termosztátus, és akkor följebb veszek mondjuk egy fokot, és akkor elkezdem jól érezni magamat. És milyen szar az Úristen, mikor itt titokban az ember, érted, felfűtik, és akkor egyszer csak így elkezd a hátán csorogni a víz, érted? Figyelj, na, és nem tudja, hogy mi a tosz van. Ezt szoktam férjem, hogy mi a jó Isten van, és akkor rájön, és amikor kicsit nem figyelek oda, akkor ő meg visszaveszi. Szó nélkül. És akkor én így elkezdek fázni, tudod, és ezzel játszunk, de ennek az volt a legjobb, amikor a nagyon-nagyon jó barátaim. De most akkor rossz idő volt, nem? Hát figyelj, gyakorlatilag tegnap mondjuk volt nagyjából úgy 12 fok, de az úgy összeadva, tehát hogy meg szakadt az eső, borzalmas volt, úgyhogy ezt mondjuk így, ezt nem annyira bírom. Most azért már úgy jó van, tehát hogy, de most folyamatosan tényleg ilyen trópus időjárás van nálunk is, hol leszakad a monszun eső, és akkor kisüt a hát nap. Hát az mindig is úgy volt, tehát az idesem mindig is úgy volt. Tehát tényleg? Én valahogy úgy olyan. Érzem, igen, hogy nem, igen. Hogy ez hát régen itt egy állandó 20-akárhány fokban vagyunk, érted? Az a másnak. De valamit akartál mondani, csak félbe szakítottalak, ahhoz szoktalak. Igen, nagyon-nagyon jó. De ezt én már megszoktam, tudod? Tudom. Már leírom egyszer, csak hogy kiadom könyvbe, ami bennem maradt. Valószínűleg ez lenne a könyv cím, ami Tamás, és a köztünk szolvából bennem maradt. Valami ilyesmi. Na mindegy, és akkor nagyon jó barátoknál házibuli szilveszterkor, ott voltunk hajnal 6-ig, de én már annyira fáztam, hogy mondom, hát most már itt az alkalom, hogy oda menjek az ő termosztátukhoz, és fölvegyem a fűtést. És akkor tényleg nyomattam, nem lett sokkal melegebb, de mindeset olyan 6-7-kor távoztunk tőlük, snit. Másnap délután telefoncsörgés, elmesélik, hogy a következő jelenet zajlott le náluk otthon, fölkeltek, mit tudom én, 10-kor, ugye buli után a takarítás jelszó alatt elkezdtek takarítani. És akkor egyre többször néztek egymásra, hogy figyelj, neked is meleged van, nekem is melegne. Te ennyit ittunk, tehát oda mentek a termosztáthoz, egymásra néztek, és csak annyit mondtak, a krizsó. Ugyanis, tehát hogy ez a fölvetek. Tehát orvul elmész valahova vendégségbe, és akkor ott így, nem is tudom, így alkalmatlankodsz, vagy hogy mondjam. Hát figyelj, hát még örüljenek, hogy nem elmúltam te lakást, értetted, hogy így. Hát mert fáztam, mert ezt most megértettem, hogy meghívlak. Hogy...
ezek után. Figyelj, hívjál meg, csak szeretne termosztátot a falról, akkor nem lesz probléma. Kicsit elrongálod a mosógépet, kicsit a turmix gépet megbeheled. Te jóságos ég. És a szekrényben is benne vagy válig, olyan nem, korra valahova nem, elmész? Én csak az aranyat viszem, ami elő van, tehát azért a szekrényben nem ja, fogok. Ja, amit kéznél van. Falakat vagy a képeket a falról, ennyit, tehát azért volt gyerekszobám, hogy más szekrényében nem turkálok, tudod. Aha. De egyébként, igen, szóval ez az időjárás, nekem az egyik legnagyobb dolog, ami itt mondjuk tud velem történni, az, hogy van egy ilyen állandó klíma, mert én iszonyú migrénes voltam régen, és akkor mindig azzal vigasztaltak, hogy ezt az ember majd ugye korral kinövi. Hát nem tudom, tehát, hogy... Ja, te még egy kis fiú vagy, Tamás, tehát ez még... Tehát, hogy meddig kell még nőnöm, de mindegy. Szóval, és kérlek szépen, az állandó frontoktól, tudod, hogy pénteken 10 fok van, szombaton 39, hétfőn jeges eső, kedden szélvihar, szerdán kánikula, nyitnak a strandok, tehát körülbelül ez az időjárás menet, és ez a fajta ilyen rendkívül rapid váltakozás, ez olyan szinten megviselte az én kis búrámat, persze nehogy azt mondd, hogy mindenkinek a leggyengébb pontja fel. Ne, eszembe se jutott, hát látod, hogy eszedbe... Mert akkor megrántom a telefon zsinort, és leesel a székről. Jó, csak már eleve szólok, mert ilyenkor mindig valami ilyen, tudod, ilyenkor bedobsz valamit, hogy mégse érezzem magam olyan jól, csak eleve szólok, hogy számítok rá. Na, tehát, hogy az a... Elrontom a kis örömmel. Elrontod, de tényleg szó, tényleg az Igen. Na, és akkor tudod, az van, hogy... És akkor mindig ezzel, és akkor kapkodtam így a ilyen fájdalom, és akkor tudod, mindig jöttek ezzel a... Mindenki tudja, hogy egy migrénesnek mit kell beszedni, és akkor mindenkinek van ötlete, érted? A darált tehénszartól kezdve a fűrészelt asztallábig, amit el tudsz képzelni, minden van, hogy mit kell szopogatni, nyalogatni, kenegetni, mitől, hogy múlik el. Na most, akinek volt már migrénye, az tudja, hogy édes Istenem, a nemi szerve hegyén pöröghet, akkor sem múlik el. Szerintem nem múlik el. Nem, ez nem múlik el, az majd valamikor úgy csillapodik, és akkor úgy kiúszik, de ez egy ilyen... Na, és ami a lényeg, hogy otthon állandóan küzdöttem ezzel, hogy majdnem minden héten két napomat elkúrt ez a fejfájás. És akkor itt meg az van, hogy van egy ilyen viszonylag, de álltok, ez az öböl miatt is van, nem tudom, de van egy ilyen viszonylag stabil, tehát mondjuk az otthoni 40-50 fokos hőingadozás, mert a 30 és a mínusz 10 között van ugye 40 fok, tehát a 40 fokos hőingadozás helyett itt mondjuk van a tél és a nyár között mondjuk maximum 20 fok. Mert hogy 10 foknál nincs hidegebb, 12 foknál nincs hidegebb sose. És nincsenek ilyen nagy amplitudójú változások. Tudod, hogy az egyik nap még előkotrod a szekrény mélyéről a téli kabátodat, a másik nap meg atlétára vetkőzöl. És ez mondjuk nagyon jót tesz annak, aki fejfájós, meg frontra érzékeny. De különben az az igazság, hogy régen nekem... De úgy sem vagyunk, mint az öreg asszonyok, várjál. És a cukrod, a köszvény meg, és akkor a cukrod, a mapecsó és az ötjeretje. Na, mindegy. Ugye, most azért ne adjál létszes az ellenségeinknek muníciót, jó? Tehát nem kell magunkat rögtön, ugye, hogy mondjam... Le van szarva, hogy ki mit gondol, érted? Engem nem érdekel. Mindenki azt gondol, ami neki jól esik, aztán tartja magában, nem? Te én felőlem el is mondhatja, én arra is köpök, tehát engem abszolút nem érdekel már semmi ilyen dolog. Én úgy megedződtem, érted, ezen a közösségi, médiális fronton, hogy te még olyat anyukám nem láttál. Tehát az kész, nekem bármit az ég világon. Ugye én már teljesen alkalmatlan vagyok arra, hogy felkapjam a vizet, meg visszaszóljak, meg röhögcséljek. Inkább röhögcsélek rajta, érted? Vagy hogy azt akarod, hogy így bosszuskodjak. Nem, inkább röhögcsélek az egészen, nem érdekel.
Nagyon helyes, végre ezt kimondtad. Ezt már alig vártam, hogy egyszer ez elhagyja a szádat. Tehát, hogy... figyelj, ezt meg kellett érni erre a dologra, tudod? Mert az ember azért eleinte kellemetlenül érinti. Akkor is kellemetlenül érinti, hogyha az illető, tudod, hogy is mondjam, idegen, vagy mit tudom én, nem, de most már nem. Kell ehhez egy idő, amíg az ember eljut erre a szintre. Valószínűleg ugyanígy vannak például a vezetők is, nem? Tehát őket például már egyáltalán nem érdekli semmi, hogy ki mit mond. Elérték ez a saját alkalmatlansági szintjüket. Különben nagyon érdekes dolog, mert nagyon sok felső vezetővel dolgozom együtt, és azért nem hinnéd, hogy hány felső vezetőnek van önbizalom hiánya, önértékelési zavara, miközben ugye azt demonstrálja, hogy mennyire határozott, mennyire magabiztos. Azt gondolnád, hogy azért került oda, ahova, mert ugye annyira jól tud döntéseket hozni, de aztán van egy ilyen, nem tudom, a vezetők elmagányosodása, ahol tényleg egyedül kénytelen meghozni egy csomó döntést, és akkor az egyszer csak elkezd a felszínre hozni bizonyos dolgokat, és akkor azzal nekik is dolgozniuk kell. Tehát hogy szerintem így azt gondolom, hogy ezek a dolgok, ezek valószínűleg periódikusan változnak. Tehát van egy ilyen ciklikussága annak, hogy most jól vagyok, most elhiszem magamról, most úgy csinálok, aztán hirtelen valaki kibillent az egyensúlyomból, és hogyha az ember nem elég erősen áll a lábával a földön, akkor meg tud billenni, és azért akkor úgy nehezebb visszajutni egy újabb egyensúlyi állapotba. Ez tök érdekes, ahogy ez így alakul. Lehet egyébként, de ugyanakkor meg az még érdekesebb, hogy mégis arra vágynak. Tudod, hogy pozícióba kerüljenek. Igen. Tehát mégis arra vágynak, miközben önbizalom hiányos, meg miközben... De lehet, hogy ezt az is csak el van játszva, tudod, hogy jaj, hát hogy én nem, meg hogy így, meg úgy, és közben meg dirigálni akarnak. Kicsit olyanok a felső vezetők, mint a politikusok. Nehogy sértegesed itt nekem a felső vezetőket a jelenlétemben, aztán utána soha az életben egy darab megvizet. De nem baj, én sértegethetem, Nuszika, én sértegethetem, mert én nem belőlük élek, tehát te tüntessél és harcoljál ellenem. Én harcok, hogy nem ebben igaz. A dologban kérd ki magadnak, mondd, hogy nem igaz, ez csak szemented, ez rágalom, és ez nem így van. Így van, így van, így van, és akkor a következő kanyarban már politikus is lehetsz. Hát azt nagyon szeretnék lenni, tényleg, tehát minden vágyam, hogy becsatlakozhassak. Tehát egy-két jó jelszót kell kitalálni, érted, mint például most ez a Making America Great Again, azért ez most jól sikerült, nem? Na hát figyelj, és látod, micsoda Great lett most éppen megint ezekkel a gyűjtogatásokkal, meg a görög tüzek. Hát ez, mondjuk, ez most tényleg jól sikerült, ez a Making America Great Again. Te ide figyelsz. Én bocsáss, mert Tamás, hogy tudod, mit akar, egy dolog, ez ja, a Making igen. Great Amerikáról. Csak pont most olvastam az Indexen, hogy ugye most a Fehérház környékén is ugye belobbant, meg berobbant a tüntetés, igen. Hogy a Trumpot bunkerbe kellett rövid időre vinni, és esküszöm, hogy úgy megnézném, ahogy tudod, ahogy ez az érdekes frizurája úgy lebeg, ahogy rángatják ott a testőrök, hogy jöjjön elnök úr, erre megyünk elnök úr, tehát hogy úgy látni, az azért tehát, úgy fú. Az egész, tehát az egész egyébként, tehát tényleg nem csak ő, hanem még rajta kívül mondhatnánk, és akkor most beszéljünk külföldről, mert ugye a külföld a lényeg, mert megbeszéltük, hogy se politika, se közélet nem lesz, és akkor ne is legyen, és akkor beszéljünk a külföldről. Te hogy ezek az emberek, érted, ahogy valamelyik nap is megfogalmazódott bennem, hogy tényleg, tehát hogy ezekkel a képességekkel, ezzel a formával, amivel rendelkeznek, és jó, hogy a külsejéről senki sem tehet egy darabig. De hogy, meg amiket mondanak, amiket leírnak, a helyesírásuk, meg az egész vise, de komolyan mondom, hogy ilyen kategóriájú emberek 20-30 évvel ezelőtt maximum a Ludas Matyiba kerülhettek volna. Hát még lehet, hogy oda sem már tulajdonképpen az a szint, vagy még az is a rossz vicc kategóriája, érted? Abszolút. Tehát, hogy egyszerűen én... Tudod, ez a hahotta volt, ez a kis hahotta füzet, amiben tényleg ilyen elképesztő favicek voltak, nem mondjuk oda esetleg, igen.
Igen, tehát hogy én elképedve nézem, érted, hogy az őserdő helyett aszfaltos utat építenek, meg, tehát hogy jó, hogy nincs ehhez közöm, meg végül is most érted arra 15-20 évre, ami még hátra van az életemből, addig úgyse lesz olyan nagy történet, és aztán ki tudja, hogy jövünk-e többször, vagy nem, vagy az azért nem legyen az a 15-20, ez 30-40, Tamás drága, jó? Tehát, hogy azért végül édes Szilvikém, na mindegy, ebben most ne menjünk bele, de ami a lényeg, hogy ez a része, most nem cinikus akarok lenni, csak most ez engem annyira nem feltétlenül érint, de döbbenetes, hogy mik történnek, és az még döbbenetesebb, hogy ezek az emberek demokratikus úton kvázi újra hatalomra tudnak kerülni. Hát nem véletlen, tehát azért azt lássuk, hogy a populizmus azért, mert módszeresen jönnek a populista szólamok, módszeresen tudnak az emberek legaljasabb ösztöneire hatni, a legzsigeribb gyűlöletre, hogy mindig meghatározunk egy ellenségképet, valami ellen határozzák meg magukat, és nem valami mellett. Tudod, ez mint ez a régi vicc, hogy érted, jöttünk, elvtárs, nem ellened. Tehát ez körülbelül ez a kategória. Igen. És egész egyszerűen minél inkább butább egy társadalom, minél kevesebb az iskolázott ember, minél inkább találsz egy ellenségképet, lásd Amerikában mondjuk a mexikói bevándorlók, akik elveszik a te munkahelyedet. De ez valami folyamat, mert azért ez nem volt így. Érted? Tehát azért ez nem volt így. Lehet, hogy akkor is többségben voltak az egybitesek, érted? De hogy ez azért mégse volt így. Érted? Igen, tendencia, hogy egyszerűen fogalmazom, hogy hát nagyon lefele. Tehát ez az igazság, hogy nagyon lefele, és a gondolkodó ember egyre rosszabbul érzi magát, nem csak a bőrében, hanem a környezetében is, mert nem akar hinni a szemének, meg az agyának. És nem gondolod, hogy ez egy olyan dolog, hogy mondjuk ők is vágynak mondjuk arra a típusú gazdagságra, jobb létre, nem tudom, és akkor ez az egész egy ilyen kiábrándult, utálkozó, gyűlölet dologra ül föl, hogy akkor majd megmutatjuk azoknak, akik már gazdagok, vagy nem tudom én, hogy, és akkor valahogy így győzedelmeskedik a kevésbé kvalifikált réteg, a kvalifikáltabb réteg fölött. Szóval annyiféle összetevője lehet ennek, nem? Hát figyelj, ha találsz egy ellenséget, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogyha találsz egy bűnbakot, akkor van, akit hibáztas a saját sikertelenségedért, a saját nyomorúságodért. De tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát tudjuk, ő nem tudja, mert ő úgy néz a tükörbe, hogy igazából nem azt látja, hogy én vagyok maga a csőttömeg, aki nem voltam arra képes, hogy nem tudom, tanuljak, hogy többet dolgozzak, hogy szorgalmasabb legyek, mert jobban mert szeressek. Azt szokták mondani, Szilvi, hogy neki nem volt lehetősége, mert ő nem olyan szülői körülmények között nőtt föl. Hát igen. Figyelj, nyilván van egy-két, én nem volom azt kétségbe, hogy ahogy honnan indulsz, az azért nagyon sokat számít. Nyilván, tehát hogy bizonyos távolságot mindenki meg tud tenni az életében, nem mindegy, hogy honnan indul. De ez nem lehet mindenre egy érv, mert ha meg se próbálod, akkor soha nem derül ki. Ez ugye arra megy rá, hogy akkor az egyenlőség című történet, tudod. De hát tulajdonképpen ezt is annyiszor végig gondoltam már. Hát most őszintén, miben vagyunk egyenlőek? Miben? Semmiben. Hát soha semmiben nem vagyunk egyenlőek. Már kezdődik onnan, hogy mondjuk genetikailag ki mit örököl. Érted? Most az az ember, akiben nincs genetikai hajlam arra, hogy ő daganatos betegséget kapjon, az az ember mindig előnyt fog élvezni azzal az emberrel szemben, akiben mondjuk háromféle daganatos betegségnek a genetikai hajlama is benne van. Nem? Tehát az egyik 180 centi, a másik 160 centi. Az egyiknek 70 éves korában is van haja, a másiknak 30 éves korában sincs. Az egyiknek már 8 évesen tömik a fogát, a másiknak 62 évesen se. Ugye ez a bocsáss meg, ez a... Érted? Tehát miben vagyunk egyenlőek, mert akkor ilyen alapon, most csak oda akartam kilukadni, érted? Hogy akkor ilyen alapon azt is csinálhatnánk,
hogy akkor harcolunk azok ellen, akik genetikailag soványak, mert szerencséjük van, akik, mit tudom én, genetikailag nem hajlamosak a cukorbetegségre, akkor azok pusztuljanak el, mondják a cukor. Tehát, hogy hova vezet ez az egész fasság, már kimondom, ha gondoltam, hogy... Már nagyon régen a nyelvedem volt, csak nem merted még ezt. Igen, 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 csak mégis ugye, hogy hova vezet ez az egész, hogy ez az egyenlősdé. Hát figyelj, nincs biztos, hogy egyet, kellene... egy dolgot nem tudok mondani, amiben egyenlőek volt. Azt kellene mindenkinek megtanulni, egyébként ebben még nekem is van dolgom, hogy ne másokhoz mérd magadat, a képességedet, a tehetségedet, a nem tudom, a szorgalmadat, stb. Hát én csak azért nem tudom másokhoz mérni magam, mert... Mert nincsenek sokan olyanok, igen, hát egy... Hát, az, ez a, előbb szóhoztad ezt a 8 éves, és sose felejtem, mert anyukám mesélte nekem annó, hogy mi Újpesten laktunk a lakótelepen, és ugye rendszeresen mentünk le a játszótérre, és mit tudom én, nem tudom, 3 éves, 4 éves lehettem, és ott a homokozóban játszottam az egyik kislányjal, aki aztán később az osztálytársam lett, de ez mindegy is, Timinek hívták, és anyu mesélte, hogy a... Homokoztatunk? Igen, homokoztunk, és akkor a Timi anyukája egyfolytában mondta anyukámnak, hogy a Timike már ezt is tudja, a Timike már azt is tudja, igen. A Timike már... Ezt anyukám egy darabig hallgatta, és akkor ránézett, és akkor mondta, hogy a Szilvike meg szép. És akkor ő ezzel lezárta ezt a beszélgetést, hogy a Timike mi mindent tud, amit én persze nem tudtam, úgyhogy onnantól kezdve nem tudtuk meg, hogy Timike még miben különlegesebb, mint én. Nem beszéltek utána? Hát mérsékelten, tehát, hogy, de valószínűleg érezte az anyuka, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb politika, hogy elmész a homokozóba, és gyakorlatilag hirtelen piedesztelre elmented a saját gyerekedet, és mindenkit le akart nyomni tulajdonképpen. Anyukám mondta, hogy jól, tehát ezt így hagyjuk ebbe, és, vagy ennyiben, és igen. Akkor így. Mert tulajdonképpen az van, hogy amit mondtál is, hogy magamhoz mérem saját magamat, és a saját lehetőségeimhez mérem a saját lehetőségeimet. Igen, marha nehéz különben, és... pláne a Facebook világában, amit mondtál előbb a közösségi oldalak, mert pont most olvastam egy tanulmányt erről, hogy ugye pszichológusok kutatják azt, hogy hogyan hat a közösségi média. És hogy akik hajlamosak... Ehhez én is hozzá tudnék szólni. Na, de akik hajlamosak depresszióra, szorongásra, azok közül nagyon-nagyon sokakban felerősödik ez a történet. Igen. Mert egyszer látja azt, hogy a másik ugye a válogatott képeit kirakja, de abból mi derül ki, hogy úristen, milyen boldog a családi élete, mennyire fantasztikus a munkahelye, micsoda sikereket ért el, atya úristen, 2 hét alatt lefogyott 43 kilót, és jobban néz ki, nőtt a legjobbak, nőtt 20 centit, kinőtt és a haja, a nem az a... meredtek, és tehát, hogy ezt tudod, ez a... és akkor ehhez képest, te meg ott ülsz a kis, nem tudom, sarokkádatban, és így legszösebben lehúznád magadat a WC-ben, hogy te soha nem fogsz tudni eljutni ezekbe a magasságokba. És akkor volt egy ilyen, hogy ha valaki lejön a szerről, magyarul mondjuk egy hétig nem megy rá a közösségi oldalakra, nem nézi meg, hogy ki milyen posztot rak ki, akkor vannak elvonási tünetek, de képzeld el, hogy utána azt mutatták ki, hogy csökken, tehát kimutathatóan csökken a stresszhormon szintje a szervezetében. Úgyhogy éppen ma úgy döntöttem, én már eddig nem is néztem meg. Tényleg? Most már egy darab kortizol szinted nincs semmi, mert teljesen leesett. De én ezt elértem, mert amikor ez kezdődött, tehát az egész dolog, ugye az ember nem tudja, és akkor belemegy mindenféle alkalmatlan dologba. És én most már ezt egyáltalán nem. Tehát azt gondolom, és úgy cselekszem, hogy mindent arra kell használni, amire való. Tehát így én nem, nekem például ismerőseim sincsenek, én kezdőlapom sincs, én nem nézegetem ezeket a történeteket, hogy kinek, hogy, meg mi. Én elmondom, amit gondolok, és akkor a többiek ezzel megkezdenek, amit tudnak, de én azt mondom, hogy nem is megyek bele ilyen különböző vitákba, dolgokba, meg nem tudom én mikbe, mert... Hát azért belementél egy-két héttel ezelőtt még belementél, tehát azért én egy-két dolgot olvastam. Inkább oda pörkölök és beszólogatok, de már vita nagyon régóta nincs. Tehát, hogy mit tudom én, most volt például valakinek a születésnapja Orbán Viktornak,
És akkor ott írtam egy ilyen kis pamfletet, hogy én nekem az olyan visszás dolog, amikor egy közjogi méltóságnak így, nem tudom én, a munkatársai nyilvánosan a Facebookon üzengetve, különböző fotókkal, térdeplő rajtban, párás szemmel boldog születésnapot kívánnak, mert hogy ez egy magánügy, tudod, ez egy családi ügy, egyébként Isten éltesse, legyen boldog ő is, meg a családja, és nincs ezzel semmi problémám nekem, de nem tartozik rám se az, hogy mikor született, se az, hogy hány éves, ami meg rám tartozik, azt meg tudom. És akkor kész. Na de, érted, és akkor, most mit akartam ebből kihozni? Azért ja, igen, tudom, hogy csak maximum oda pörkölsz, és ja, igen, tudom. Sírtelen. És akkor kérdezte valaki, hogy mit tudom én ott a kommentben, hogy kinek a születésnapja, elnézést, lemaradtam, és én odaírtam, hogy nagymamámé. Tehát, hogy már nem... Tehát, hogy ne, se, tehát, hogy egyszerűen nincs értelme, mert tényleg az van, hogy vannak a tények, meg vannak az érzelmek, és akkor érzelmekről nem lehet vitatkozni, tudod? Mert én ezt érzem, ő azt érzi, ráadásul az írásos, az mindig egy ilyen furcsa történet, hogy nem pontosan azt lehet érteni, vagy nem lehet érteni, vagy mit tudom én. Szóval... Én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy már ne, ez jó ideje már, nem bocsátkozom bele a vitába. Nem megyek bele. Tényleg oda pörkölök, persze, mert hát azért azt mégiscsak, tehát hogy tudod, egyetlen két dolog van egyébként, amivel halálosan ki lehet borítani. Két dolog. Na. Az egyik a butaság. Tehát olyan... másodpercek töredéke alatt lesz rajtam urrá a harctéri idegességnek valami olyan változata, ami azonnal vért akar inni. Tehát ez az egyik, tehát a butaság. Az attól kész vagyok. Tehát, figyelj, sose felejtem el. Le tudnék szaladni a földgolyóról. A másik pedig a tudálékosság. Na, ez a másik rész, ami... És a legjobb, amikor egy buta okoskodik, tudod, tehát ez a de ő nem tudja, szegény, hogy ő nem tudja. Hát érted? Igen. Ő azt gondolja, hogy ő tudja. És ez egy rettenetes dolog, mert az a szint, az az igazi szint, mert azért mindnyájan tudjuk, érted? Tehát mondjuk például, mit tudom én, egy fogadáson odasodródunk egy matematikushoz, meg mondjuk egy, mit tudom, egy kibernetikushoz, érted? És akkor ők beszélgetnek. És akkor mi nagyon aranyosan ott pesgős pehőrrel, vagyis pesgős pohárral a kezünkbe ottan elhelyeskedünk egy darabig, de nem szólunk bele, baszki. Igen, ez a baszok, igen, tehát, hogy ugye... Hát nem szólunk nem bele, igen. Érted? Mert ibolyán túli segédfingunk sincs arról, abszolút, hogy akkor ott miről folyik a téma. Na most például, ami ugye a legjobban dühítő volt számomra, az, hogy embereket például egyáltalán nem zavart a saját inkompetenciájuk egy-egy témában, boldogan, érted, élből ezer hangerővel, bekürtölve szórta a hülyeségeit. És akkor ebbe könnyen belecsúszik az ember, hogy elkezd vele vitatkozni például. De aztán rájön egy idő múlva, hogy hát most érted, az asztal lábával se kezdesz el vitatkozni azért, mert mondjuk az egyik fele a szőnyegen áll, a másik meg a parkettán. Figyelj, fölösleges, erről múltkor is beszéltünk, hogy igazából van egy pont, ahol őt megingatni nem tud a béli hitében, hogy ő jól tudja a dolgokat, te úgyis tudod, hogy nem tudja jól, de nem tudsz a racionális érvek mentén érvelni, mert ez nem hat. Én emlékszem, amikor még németet tanítottam annó főiskola mellett, egy nyelviskolában, és akkor volt egy tanítványom, aki, tehát én még olyat nem, tehát tényleg, tehát hogy soha nem hittem volna, hogy van olyan felnőtt ember, aki nem tudja, hogy mi az, hogy alany, meg állítmány, de hogy nem tudja. Nem tudja. És akkor ezt próbáld megtanítani ezt az embert németre, aki még magyarul se tudja, hogy mi az, hogy alany meg állítvány. Azt úgy lehet, mint a csecsem, azt úgy lehet Szilvikén, mint a csecsemőt. Tudod, hogy az anyukája a csecsemőt tanítja, így lehet nyelvet tanítani az ilyen embereknek. Na, hát mindesetre, tehát hogy volt egy pont, hogy úgy éreztem, tart egy 18-20 évig. Nem. És akkor mondta, hogy ő annyira szereti, hogy én tanítok, hogy legyek én a magántanára. Mondtam, ne haragudjon, sajnos nagyon elfoglalt vagyok, nagyon szívesen ajánlom a figyelmébe az egyik kedves barátnőmet, aki szintén nyelvet tanít, hogy esetleg ő biztos el fogja vállalni, ő jobban ráér,
Mert egyszerűen azt éreztem, hogy tudod, amikor azt érzed, hogy tehát, hogy nem a melegtől, hanem az idegességtől kezd így patakokba folyni a hátadon a víz, hogy ezt nem hiszed el. Tehát, hogy ezt nem hiszed el, hogy ezt most hogy kéne megközelíteni ezt a történetet, és én úgy vagyok vele, hogy ezt akkor hagyjuk. Tehát, hogy nem tudják, ezt én is számtalanszor átéltem még ruhatervezőkoromban, amikor bemutatókat csináltam. És akkor jött a kislány, aki nagyon aranyos volt, csak mondjuk pont egy fél fejjel volt kisebb, mint a többiek, és ami a magasságából hiányzott, az rajta volt a csípőjén, meg a derekám. És akkor ő nem értette, hogy én őt miért nem alkalmazom. Így mondta, miért nem alkalmazom, senki sem alkalmaztam sose, de mindegy, hogy miért nem alkalmazom divatbemutatóra, mert ő neki a kisugárzása az pótolja a magasságbeli hiányokat. És akkor én nem alkalmaztam őt, és tudod, arra gondoltam, szeretem ezt a kisugárzás szót egyébként, mert mi olyan, mint hogyha mindenki lenyelt volna egy darab plutóniumot, nem? És akkor majd jól kisugárzik. Igen, és akkor hát ugye ez se nem a baleseti sebészet, se nem a radiológiai, nincs röntgen, nem fogunk sugározni. Csillagom, nekem nem sugározni kell, hanem azt kell... De ilyenkor például mit mondasz? Hát, hogy ezt mondom neki, ezt mondtam, hogy az az igazság, csillagom, hogy itt nem sugározni kell, hanem arról van szó, hogy a ruha jól kell, hogy álljon a derekadon és a popsidon. Nekem ez pont elég, úgyhogy a sugárzás helyett, na hát akkor keresse olyan helyet, ahol a sugárzása fontos, itt nem fontos a sugárzás. És akkor mindig megsértődtek ezen, pedig tényleg így van, tehát a saját alkalmatlanságokat nem tudják, elérik az alkalmatlansági tényezőt, érted? Tehát, hogy vannak kritériumai, minden egyes foglalkozásnak vannak kritériumai, amiket nem lehet megúszni, és ezeket se tudják. Például vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy úgy lehet nyelvet tanulni, hogy ő most akkor hallgatja, meg majd beszéd, meg majd izé, de így az anyanyelvet lehet megtanulni anyukától gügyögve, 0-3 éves korig a járókában, meg a bölcsőben. Képzeld el, hogy ha egyszer megyünk majd Barcelona környékére, és beugrunk hozzátok, akkor meg fogsz lepődni, mert az én kislányom itt a karanténa... Hát, ha meghívlak, mert azt nem tudom, hogy tekergeted, érted itt nekem, jó, akkor meg kapcsolgatod. Figyelj, akkor ne is hívjál, meghívlak, csak előtte az egészet leragasztom. Nagyon helyességgel vagy. Vagy valami, tudod, ilyen sokkolód, hogyha tehát hozzáérek, és akkor jöttem megrázni. Elég, ha leragasztom, mert amikor feltépet hallom. A lényeg az, hogy a Luca fog kérlek szépen mindenhol rendelni, mert hogy teljesen magától, olyan büszke vagyok rá, hogy de tényleg, tehát hogy én egyáltalán vagyok ilyen, ő magától kitalált, hogy ő most elkezd spanyolul tanulni, és van ez a Duolingo nevű applikáció, hogy az angolból tanul spanyolul, most már vagy 50 nap körül jár, és ma is az ebédnél akkor elkezdtem mondani, hogy ő most hol ül az apjához képest, meg a kutya hol van, elképesztő. És olyan gyorsan halad, és ki szótározik, rendszeresen hozza nekem a kis füzetét, hogy kérdezzem ki a szavakat, elképesztő. Úgyhogy... Egyébként a gyerekek, tehát a gyerekek, akiknek van ehhez érzéke, mert igen, mindenhez érzékel, akármit is mondanak, tehát elképesztő sebességgel tudják elsajátítani a nyelveket, és ez nagyon fontos is. Régen az én fiatal koromban azt mondták, hogy ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy. Igen. És igen. Ma már ugye ez nem akkora nagy szám, mint régen, amikor az ember nyelveket tanult és tudott, de az kétségtelen, hogy ma én biztos, egészen biztos, hogy nem lennék az, aki vagyok, hogyha nem tanulok meg otthon németül, nem tanulok meg az iskolában, meg magántanárnál franciául, aztán nem képzem magam tovább angolul, tehát ma sehol, egyszerűen eleve Franciaország se lett volna, mert alapfeltétel hát volt, persze, hogy beszélni kellett franciául, mert ugye Franciaországban franciául beszélnek mind a mai napig, ha megszólalsz németül, nem is állnak veled szóba.
De igen, mondjuk azért kevesebb nacionalista nép van a franciánál, azt azért lássuk be, tehát hogy ők azért nagyon elvárják. Jó, de mondjuk ők azért kedvesen nacionalisták, érted? Tehát hogyha ez a paradoxon, ez működhet, mert igazából senkinek nem kívánják a halálát, látod? hogy most, de tényleg, hát most, hogyha itt kapcsolódunk a témánkhoz, ugye hát pont arra fáztak rá szerencsétlenek, hogy gyakorlatilag annyira elfogadóak voltak, és annyira befogadóak, mondjuk, mint a spanyolok, és hát ez bizony azért feszültségekhez vezet, de ez nem is a mi dolgunk, Szilvi, mi nagyon jól vagyunk, és most azt gondolom, hogy letelt az időnk. Igen, búcsúzunk? Na jól van. Elrepült az idő, úgyhogy jövő héten találkozunk is. Jól van, addig vigyázz nagyon-nagyon magadra. Kezdj el spanyolul tanulni, ha ide akarsz jönni. Figyelj, a helyzet az, nem, hogy szégyent hozzá rám. Hát megpróbálom. Mert ma egyszer voltál Spanyolországban, na de hát annyira jutottál, hogy akkor hozd ide a poharat. Képzeld el, hogy annál tovább jutottam, de mindent elfelejtettem. Sőt, tovább megyek, amikor hazajöttem, hogy ez 92-ben volt, és én valahogy, Jézusom. Én nem is tudom, ugye? De most miről beszélek, basszus, tehát most gondolj be, de tényleg, na mindegy. És akkor, igen. Hát mondjuk, és akkor 15 évvel ezelőtt, csak hogy mondjak valamit, kb. Akkor szerintem, hogy megint bennem az volt, hogy na jó, akkor most megint elkezdek spanyolul tanulni, és jártam egy spanyol magántanárhoz, de egész egyszerűen annyira sokat kellett dolgoznom, és már ezt nem tudtam beiktatni, hogy és akkor oda megyek heti kétszer, meg még a házi feladat, meg még a nem tudom micsoda, szóval, hogy akkor az így elmarad. Igen. Egyébként az igaz, hogy amit az ember gyerekkorában megtanul, az elkíséri felnőtt korában. Abszolút. Abszolút. És amit felnőtt korában akar megtanulni, azt, hogyha sikerül is, ötszörös energiával lehet. Ez így van, úgyhogy... Ez igaz. Na mindegy. Ez abszolút igaz. Drágám, legyen szép heted. Édesem, neked is, és akkor jövő héten találkozunk. Millió puszi. Puszi. Hello.